Így hangzik Isten igéje. És lőn ezeknek utána az Isten megkísértette Ábrahámot, és mondanék ki, Ábrahám. És felelt, imhol vagyok. És mondta, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriának földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondándok néked. Felkelt azért Ábrahám jó reggel, és megnyergelte az ő szamarát, és maga mellé vette két szolgáját, és az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkelt, és elindult a helyre, amelyet neki az Isten mondott. napon felemelt az ő szemeit Ábrahám, és látta a helyet messziről és mondta Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a szamárral, én pedig, és ez a gyermek, elmegyünk amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Vette azért Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és feltette azt fiára, Izsákra, ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, és mentek ketten együtt. És szólt Izsák Ábrahámhoz, az ő atyához, és mondta, atyám, azt pedig mondta, imhol vagyok, fiam. És mondta Izsák, im hol van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? És mondta Ábrahám, az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam, és mentek ketten együtt. Hogy pedig eljutottak arra a helyre, amelyet Isten néki mondott, megépítette ott Ábrahám az oltárt, és leárakta a fát, és megkötözte Izsákot, az ő fiát, és feltette az oltárra a farakás tetejére és kinyújtotta Ábrahám az ő kezét, és vette a kést, hogy levágja az ő fiát. Akkor kiáltott néki az úrnak angyala az égből, és mondta, Ábrahám, Ábrahám, ő pedig felelt, imhol vagyok. És mondta, ne nyújts ki a te kezedet a gyermek gyermekre, és ne bánsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem kedvesztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. És felemelte Ábrahám az ő szemeit, és látott, egy, hogy imé, háta mögött egy kos akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda ment tehát Ábrahám, és elhozta a kost, és azt áldozta meg égő áldozatul az ő fia helyett, és nevezte Ábrahám annak a helynek nevét Jehova hírenek. Azért mondják ma is, az Úr hegyén a gondviselés. Ámen, eddig Isten írott igéje, aztán folytatjuk. Hát érezzük, hogy ez a, ez a fejezet, ez elég jelentős. Érezzük, hogy Ábrahámnak valóban voltak eddig is kihívások az életében, voltak nehéz döntések az életében, volt, amit magának okozott, nehéz döntést, de a legnehezebb próba az ez a történet, ami elé itt Isten állította őt. És ugye az, hogy lőn ezeknek utána, Ugye mindaz, ami előtte történt, és azért nem jelentéktelen dolgok történtek, ugye Ábrahám már megválik Izmáeltől. Ugye azt már az előző fejezet, tudjuk, hogy eltelt idő, mert ugye azt, azzal fejeztük be az előző részt, hogy sok ideig tartózkodott Ábrahám a filiszteusok földjén. Tehát sok idő eltelt, nem tudjuk mennyi ez az idő, sok idő években nem tudjuk kifejezni, de sok idő eltelt, de Izmaeltől már megvált. Ugye megszületik Izsák, Izmaelt elküldi, kibékül a, a föld népeivel, szövetséget köt, és éli nyugodtnak tűnő békés világát. Egészen addig, amíg föl nem zaklatja ez a kérés. Ugye az, amit itt a károli Bibliánkhoz állítólag más régi fordítások, más nyelveken is, nehezen tesznek különbséget a kísértés és a próbatétel között, mint a Károli Bibliánkban ugye olvastuk föl, hogy megkísértette Ábrahámot Isten. Ez a meg, itt a megpróbálta szerepel. Ez egy teszt, aminek Isten alávetette, és azért próbálta meg Isten, hogy megtudja, hogy mi van a szívében. Ugye az ördög az, aki kísért, és az ördög nem akar mást, mint hogy a, a, a nehéz helyzet a legrosszabb énünket hozza ki belőlünk, hogy elbukjunk. A, az Isten próbatétele pedig azt akarja, a legjobb jöjjön ki belőlünk, és megmutatkozon a minőség. Azt is valahol hallottam, és egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy vannak hitnövelő dolgok az életünkben, és vannak olyan dolgok, amik megmutatják, hogy milyen a hitünk. És ugye a próba az nem a hit növelésére van, hanem igazából azt próbálja meg, hogy milyen mértékű, minőségű, a hitünk. Hiszen Ábrahámnak ez nem növelte a hitét, hanem egyszer megmérte a hitét, hogy, hogy, hogyan kellett föláldozni a fiát. Tehát ez egy próbatétel volt, amit, amit Isten tett Ábrahámmal, és tudjuk azt, hogy a Biblia beszél arról, hogy Isten a saját gyermekeit, a saját fiait, talán nem ilyen nagyon nehezekre, de azért megpróbál mindenkit, és a hitnek mindig van próbája, Ugye Péter beszél a kipróbált hitről, amely drágába hétszer megtisztított aranynál is drágább, és vannak más igehelyek is, amik a kipróbáltságról beszélnek. Tehát igazából, ami valódi, azt nem kell félteni a próbától, és Isten ki is akarja próbálni, hogy mi a valódi tartalma a szívünknek, a bizalmunknak, ő a hűségünknek, és vannak ilyen helyzetek, amikor, amikor ezek kijönnek. Nagyon könnyen átséklünk ezen a történeten, mert ugye itt az olvassuk, hogy megkísér, meg, megpróbálta Ábrahámot, és mondanék ki Ábrahám. És én itt is megáll, megállnék egy kicsit. Ugye mennyire jó az, hogy, hogy ugye most csak annyi, annyi történik, hogy a nevén szólítja. De hát ezt a nevet kiadta neki. Ezt a nevet ő adta. Isten sem már a leánykori nevén Ábrámon szólítja, hanem a, hanem a megváltoztatott nevén Ábrahámon. És megszólítja Isten Ábrahámot azon a neven, amit ő adott, amely azt jelenti, népek sokaságának atya. Népek sokaságának atya. Végül is azt kérem tőled, hogy öld meg az egyetlen fiadat. De te vagy Ábrahám. Te vagy a népek sokaságának az atya. Most küldted el az első szülöttedet, ugye Izmál nagyobb korban ugye megelőzte Izsákot, és most elkérem, az ígéret szerintit is, de te vagy Ábrahám, te vagy a népek sokaságának az atya, hogy ezt hogy rakjuk össze, de Isten megszólítja őt. És figyeljetek, Isten, amikor szólít bennünket, akkor annak mindig van egy tartalma, egy, egy, egy mondani valója, ahogyan ő elnevez bennünket, ahogy megszólít bennünket. Tudjuk, hogy a Bibliában sok átnevezés van, és ezek az átnevezések nem véletlenek. És, és, és az is jó, hogy ugye nevükön, nevünkön ismer bennünket az Isten. Ugye erről beszél több helyen a Biblia. Újszövetségben, ugye azt mondja a Jó Pásztorról a János Tíz hogy a nevükön szólítja a juhait. Belegondoltál ebbe, hogy Jézus a jó pásztor, neveden ismer téged, és talán időnként szólítgat is. Péter, Edith, Eszter, Tamás, István, Arnold szólít a nevünkön. De ugye Mózes is azt mondja, hogy Uram, hát te nevemen ismersz engem. És Isten megszólítja Ábrahámot. És Ábrahám azt mondja, imhol vagyok. Ez is mindig a rendelkezésre állásnak, a készenállásnak, az, hogy figyelek. Valaki összeszámolta, én is megnéztem, és nekem is ez a szám jött ki. Ez Istennek a hetedik megjelenése Ábrahám számára. És egyben az utolsó. Tehát a további részekben már nem olvassuk azt, hogy Isten külön megszólította volna Ábrahámot, vagy megjelent volna neki. És ugye Mezopotámia, Kánaán, aztán a fiú ígéret, most nem akarom végigvenni, azt ugye a 18-ba is, ha többi, ha többi, hetedszer jelenik meg Isten, ugye, ami egy szimbolikus szám, vagy a teljességnek a száma. És ugye tudjuk, hogy itt szinte minden véglegesedik. Tehát mindaz, ami Ábrahámnak ígéret, az olyan módon ígéret véglegesítés, hogy esküvel erősíti meg az Isten. Esküvel. Ugye erről beszél a zsidókhoz írt levél, hogy Isten ígérete és esküje két változhatatlan tény. És itt meg is esküszik az Isten mind arra, amit Ábrahámnak megígért, mert Ábrahám kiállja a hitpróbát, és aztán Isten ilyen formában már nem jelenik meg az életének a további szakaszában. Ez a hetedik és az egyben utolsó megjelenése Ábrahám számára. És akkor nézzük meg a, a magának a, a tartalmát, annak, ja, még annyit, hogy amikor az Ábrahám nevet kapja, akkor a következőt mondja neki, csak hogy a hitpróbával összetudjuk hozni. Mert ezek mindig így vannak ám. Az ember történik vele valami, amit lehet, hogy nem ért, és akkor mihez nyúl vissza? A korábbi kijelentésekhez. És ahhoz is kell. Hát milyen támpontjaink lennének? És amikor az Ábrahám nevet kapja, Ábrám, akkor a következőt mondja róla Isten, felette igen megsokasítalak téged, és népek kétesztlek, és királyok származnak belőled. Felette igen megsokasítalak, népek kétezlek, és királyok származnak belőled. Ábrahám, ez a neved. És most jön a próba, hogy adod az egyet. És mihez nyúl vissza az ember? Mire gondolhat az ember? És tudjuk, hogy Ábrahám is gondolt valamire. Majd ki fog derülni. És azt mondja itt Isten, is egy nagyon szép ö, ö, irodalmi ö, ö, eszközzel van felépítve, ahogyan megfogalmazza, hogy vedd a te fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot. Tehát látjuk, hogyan Isten adagolja a dolgokat. És menj el Móriának földjére, és áldoz meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondándok néked. Az is egy dilemma lehetett itt Ábrahámnak, hogy, hogy, a kánaáni népek között az, a gyermekáldozat az egyáltalán nem volt szokatlan. Tehát a pogány népek sokszor föláldozták az első szülöttet, ugye átvitték a tüzön, ezt még Izrael is gyakorolta később, és istentelen királyok nyilván, tehát nem, nem istenfélők, mert Isten tiltotta a gyerekáldozatot, ez szokat, nagyon szokatlan lehetett, hogy az Isten ilyet kér Ábrahámnak, főleg annak, Ábrahamtól, főleg annak ismeretében, hogy akit elnyert, Izsák, az a mag, az már teljesen Isten ígérete szerint, akarata szerint született meg. Miért kéri hát vissza az Isten? Ugye a fiút egyetlen egynek nevezi, ezek szerint ugye, amikor azt mondja Ábrahám Istennek, hogy vaj, ha Izmál élne előtted. Ugye, emlékeztek erre? Itt Isten azt mondja, hogy egyetlen egyedet. Tehát Isten előtt ugye a testtől született, az mintha nem létezne, hanem az az érvényes, az a létező Isten szemében, amit, amit, az ő ígérete szerint, az ő csodája szerint, az ő beavatkozása szerint nyert el. Azért mondja egyetlen egynek. Nyilván ez haj az a János 3.16-ra is, úgy szerette Isten a világot, hogy az egy szülött fiát adta, hogyha valaki hisző benne elnevesszen, örök élete legyen. És ö, ö, a, Izsákot a nevetést, ugye, hogyha ezt is lefordítjuk, akkor azt mondja, hogy hát áldozd meg az egyetlen egyedet, akit szeretsz, a nevetést, aki maga a vidámság, és vidd el Moriának a hegyére. Moria, ugye egy konkrét hegy, még egyszer említi a, 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 a kettő királyok, ahogyan fölépíti Salamon a templomot, Moria hegyére építi, és gyakorlatilag azt mondják, hogy ez gyakorlatilag a megváltásnak a helye. Tehát ahol, ahol Jézus is megáldoztatott ott ezen a hegyvidéken, ezen a Moria földjén, lett Jézus föláldozva. Tehát a kereszt is itt állt. Tehát amiről itt most szó van, az teljesen, világosan, egyenesen Jézus Krisztus áldozatára előre mutató profétai kép. És a Moria azt jelenti, hogy Isten gondoskodni fog... Isten által kiszemelt, kiválasztott hely, hát figyeljetek, ugye Jeruzsálem, meg Sion, oda kellett neki elmennie, az Isten által egy kiszemelt, egy kiválasztott hely. Tehát emlékezzetek vissza, hogy mikor még a Mózes könyvében a pusztai vándorlás alatt kapják a tör, törvényeket, akkor úgy hivatkozik az Úr, hogy majd lesz egy hely, amit az Úr választ magának, és ott mutasd be az áldozatodat. És melyik ez a hely? Jeruzsálem és Sion, ez a hely, amit az Úr választ magának. És Moria azt is jelenti, és az egész fejez, fejezeten vonul a, a Ra'a igének különböző alakja a Héberben, ami azt jelenti, hogy látni. És a, a gondoskodás és a látás az a Héberben közel van egymáshoz, hogy Látja az úr, az úr által megláttatik, gondoskodik róla az úr, be fogja tölteni az úr azt, amit kell, gondoskodik róla, már látja az úr. Az úr által megláttatik, Istentől látott hely. Istentől meglátott hely. És a harmadik vers ugye úgy kezdődik, hogy felkelt azért Ábrahám jó reggel. Talán az is érdekes, hogy nem beszélte meg senkivel nem látjuk, hogy konzultált volna sárával, hát anyjuk el kell Izsákot. Miért nem konzultált? Hát ezer meg ezer oka volt rá, tudta, hogy ellenállásba ütközne. Igaz? Ezer és ezer magyarázat lenne, hogy, hogy miért ne csináld. Hogy nem az Isten szólt. Pálapostól azt mondja, amikor kijelentette magát neki az Úr, azt mondja, azonnal nem tanácskoztam, testelés vérrel. Miért nem? Mert, hogyha az úr kijelentését testelés vérrel akarjuk megtanácskozni, a legtöbbször lebeszélnek bennünket róla. A legtöbbször ellenerő jelentkezik, más vélemények jelentkeznek, eltérítő dolgok jelentkeznek. És úgy néz ki, hogy, hogy Ábrahám ismerte Isten hangját. Tudta, hogy ez. És ugye itt ismerni is kellett. Tehát itt, itt azért elég nagy a tét, nem? Tehát ilyenbe félrehallani, hát csak az saját gondolatom volt, az, az ugye nem lenne. Az ördög, itt ugye ez a kérdés, az ördög vagy Isten? Hát ki akarja elvenni a gyerekemet? Hát Istentől kaptam. Lehet, hogy ez az ördög. Be akar csapni. És meg tudta különböztetni a hangját Istennek, és elindul és engedelmeskedik. Ugye a jó reggelt. Ezt olvastuk, amikor Izmailt föl kellett tenni a számára. Úgy néz ki, hogy tényleg ezek a történetek arról beszélnek, hogy Ábrahámnak a legfontosabb személy az életében Isten volt. Ezek az egész történetek arról beszélnek, a legfontosabb személy, a legfontosabb kapcsolat az életében Ábrahámnak Isten volt. És gyakorlatilag arra is, mint egy ki a próbatétel hogy bejött egy nagy, nagy, nagy kincs, egy fiú, az Izsák, az ígéret, száz éves korába született, ezáltal nyert értelmet minden, az elhívás, az ott töltött 25 év, és minden, de hogy őt is, ugye úgy is mondja Isten, hogy akit szeretsz. Isten tudta, hogy igazán mélyen szereti Ábrahám a fiát. De vajon kit szeret jobban? Istent e, vagy az Istentől nyert? Fiút-e. És ugye megnyergelte a szamarát jó reggel, ez ugye az azonnali engedelmességnek a, a kifejezése. Mert beszéltünk erről, ha engedelmeskedhetsz, engedelmeskedj azonnal. Tehát, hogy egyszerűen a legjobb engedelmesség a minél gyorsabb engedelmesség. Mert annyi más érv ébred, annyi más érzés ébred, annyi más tényező kezd közbeszólni amely mind lebeszélne arról, hogy engedelmeskedj. És ez a jó reggel való engedelmesség, ez arról beszél, hogy föl kell korán, és teszi, amit Isten kért tőle. És nem hezitál. Ugye sokszor azért hezitálunk, hogy hát, ha Isten meggondolja magát. Hát, ha mond mást. És hát Isten nem akarja meggondolni magát, gondolom. És vette a két szolgáját, vette Izsákot, fát hasogatott az áldozathoz, és felkelt arra a helyre, amit az Isten mondott neki, harmad napon felemelte az ő szemeit Ábrahám, és látta a helyet messziről. Beszélgettünk Péterrel arról, hogy, hogy valaki azt mondta, hogy ugye megvan írva a Bibliában, hogy meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és feltámadott a harmadik napon az írások szerint. Ugye Jézusról, meg az evangéliumról van szó. És hogyha ha végiglapozod az egész Ószövetséget, az, hogy a harmadik napon az írások szerint ezt így nem nagyon fogod megtalálni. Pedig ugye Pál arra hivatkozik, hogy a harmadik napon feltámadott, a harmadik napon az írások szerint. Az írások szerint. Akkor, mikor Pál leírja ezt, még csak ószövetség van. És van, aki azt mondja, hogy gyakorlatilag ez is egy példatörténet, egy mintatörténet, hogy abban a pillanatban, ahogyan Isten elkérte Ábrahámtól Izsákot, akkor Ábrahám számára Izsák halott volt, mert már már elvégezte a szívében, hogy odaadja, és megy három nap, és ő még ott sétál a fia, de tudja, hogy igazából a fia már nincs, mert az Isten elkérte. És aztán, amikor meg nem kell megölni, akkor az a feltámadás, és visszakapja a fiát. A harmadik napon, mert ugye három napi járóföld, és egyébként tényleg azt mondják a földrajz, bibliai földrajzhoz érték, hogy ugye Beérsebából, ahol tartózkodott ugye Ábrahám, Beérsebában, onnan eljutni Sionig, vagy Moria földjeig, az három nap. Tehát az barátok között is három nap, ugye számára, meg gyalog, gyalogosan. Tehát harmad napon látta a helyet messziről, és az ötödik vers nagyon lényeges. Azt mondja, mondja Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Hú, hát Ábrahám hitből beszélt, biztos. De hát hova viszi a fiát? Megölni. Néhány dolgot ebben az igeversben. Azt mondja a szolgáknak, hogy maradjatok itt. Figyeljetek, vannak olyan helyzetek, amikor már nem tudunk kíséretet vinni magunkkal. Amikor tényleg a döntésünkkel egyedül maradunk, és azt nekünk kell meghoznunk, azt a döntést. Ott már nincs segítség. Sok ilyen dolog van az életben, hogy szeretnénk, hogyha ha hárman, négyen, öten még segítenének, de ugye szoktuk is mondani, hogy figyelj, hát én mondhatok neked akármit, de a döntést neked kell meghoznod. A döntéseddel Egyedül vagy, az mégis a te dolgod, a te felelősséged, hogy bizonyos dolgokat kimondjál, vagy nem mondjál ki, vagy meghozzál. Egy darabig lehet segíteni egymást, egy darabig lehet kísérni egymást, de vannak olyan szituációk, amikor a döntéseinkkel egyedül maradunk, és az a, az a mi döntésünk is nekünk kell meghoznunk. Aztán azt mondja itt, hogy elmegyünk amoda, és imádkozunk. Ez az imádko, imádkozás... Ez először, ugye beszélgettem még a, még a Deni-vel Amerikába, és akkor mondta, hogy ez, ez az angolban, ez a worship szó, ami ugye az imádatnak a szava. Hogy elmegyünk és imádjuk az Istent. És hogy, hogy mi, 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 mit akarnak csinálni? Gyakorlatilag, ha lefordítom, akkor ő engedelmeskedni fog az Istennek. És mi az imádat? Az, hogy engedelmeskedem az Istennek. Nem tudom úgy imádni az Istent, hogyha nem engedelmeskedem neki. És gyakorlatilag az engedelmesség az imádatnak egy formája. Hát ki, és ugye, és akkor megnéztük, ugye, mert az a az worship az angol, és megnéztük a hébre kifejezést, itt a sakah kifejezés van, ami azt jelenti, hogy leborulni, imádni. Azt mondja Ábrahám a fiúknak, a szolgáknak, elmegyünk amoda, és leborulunk az Isten előtt, és imádni fogjuk az Istent. Miben nyilvánul meg az imádatom? A leborulásom, a meghajlásom előtte, hogy megteszem, amit kért. Ebben nyilvánul meg a leborulásom, az imádatom a mindenható Isten előtt, hogy úgy imádom, még ha nehezet is kért, megteszem, engedelmeskedem, meghajtom magam, mert a legfontosabb személy az életemben, ő, mindenek felett ő a legfontosabb személy és kapcsolat az életemben. Elmegyünk oda, fiúk, és mi imádni fogjuk az urat. Mit fogsz csinálni? Megáldozom a fiamat, mert ezt kérte. De én imádom az urat. Leborulok előtte, meghajtom magam előtte. Tudjuk, hogy nem kell megölni a fiút. Tehát mi már utána vagyunk. De ugye Abraham még nem tudja. Mi utólag mondjuk, hát ez csak egy teszt volt, mint egy, mint egy próbariadó, tudjátok, hogy emlékszem rá, hogy egyszer a, 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 középiskolában volt egy próba tűzriadó. És akkor bemondták, hogy tűzriadó, és akkor az útvonalakat figyelni kell, és minden osztálytermet ki kell üríteni, és akkor több emelet volt, és le kellett futni az udvarra, és ott kellett gyülekezni, és aztán végén bejelentették, hogy nincs tűz. De ugye a jó riadó az az, az hogy csak a végén jelenti be, hogy nincs tűz, úgy kellene csinálni mindent, mintha lenne tűz. És Ábrahámnak nem mondta senki, hogy a végén nem kell megölni a fiút, hogy ez csak egy próbariadó, ez egy próba. Ő úgy csinálja végig az egészet, hogy ő benne van a történetben. Megéli, végig éli a folyamatot. És azt mondja, elmegyünk, és imádjuk az Istent. Leborulunk előtte. Azután, mit mondott Ábrahám? Visszatérünk hozzátok. Ugye azt is mondhatta volna, hogy visszatérek, rek. ott hagyom a fiút. Az oltáron. Azt mondja, hogy visszatérünk. Mindketten. Nézzük meg a zsoltárok, zsoltárok, zsidók, zsébetűnél maradva, a zsidókhoz írt levélben azt mondja, a zsidók 11, 17, 19. Zsidók 11, 17, 19. Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, ugye itt jól írja az ige, hogy próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul ő, aki az ígéretet nyerte akinek meg van mondva, meg volt mondva, Izsákban neveztetik neked mag. Tehát ugye azt Ábrahámnak megmondta Isten, és Isten ugye nem hazudik, korábban se hazudott, hogy Izsákban neveztetik neked mag. Most hogy rakjam össze, Uram? Most az Izsákot elkéred. Akkor érvényét veszítette az, hogy Izsákban neveztetik neked mag, nem veszíthette érvényét, mert ő az ígéret gyermeke, őt te adtad, és róla mondtad ki, hogy ő az utódom, ő a magom. Akkor hogy lesz ez uram? Izsákkal valaminek történnie kell, még ha megölöm is. És így olvassuk, úgy gondolkozván, hogy az Isten a halából is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen, visszanyerte. Hogy gondolkozott Ábrahám? Én végrehajtom, amit Isten kér, megpróbál az Isten, odaadom a gyermekemet de visszatérünk hozzátok, mert Isten föl fogja támasztani a halálból a fiút. Mert az is érvényes, hogy Izsákban neveztetik neked mag. Nem lehet, hogy Izsák ígérete meghiúsuljon, megsemmisüljön. Így gondolkozott, mondja a zsidókhoz írt levél, de ki írta a zsidókhoz írt levelet? Vitatkozhatunk, hogy Pál vagy Barnabás vagy, vagy Apollós. A Szentlélek írta. Maradjunk ennyiben és nem tévedünk. A Szentlélek írta a zsidókhoz írt levelet, és így fordítja le nekünk a Szentlélek, hogy látta, hogy hogyan gondolkozott Ábrahám, hogy elviszem a gyereket, megáldozom, még el is égetem, és mégis, mégis visszakapom, és visszajövünk hozzátok ide. Mert Isten képes a halálból visszaadni. A Bibliában van egy elv, alapelv. Isten majdnem mindent átvisz a halál és a feltámadás folyamatán. Minden átvisz Isten a halál és a feltámadás folyamatán. Az él, te életedben is. Az hogy, az, hogy most itt vagy, ez azt is jelenti, hogy ha újjászülettél, hogy átmentél a halál és a feltámadás folyamatán. Meghaltál valaminek, és föltámadtál egy újra. De sokszor van egy az elhívásunkkal is, sokszor vannak egy ígéreteinkkel is, hogy el kell engedni, mielőtt megnyered. Vissza kell adni, mielőtt megnyered. Le kell mondani róla, mielőtt végleg a tied. Ez a folyamat folyamatosan benne van a Bibliában, a halál is a feltámadás alapelve. Ugye emlékeztek a Loren Cunningham könyvére, valóban te mondtad, Uram, amikor ugye a, a hajót, a missziós hajót akarták megvásárolni, és annyira fontos lett a hajó, hogy gyakorlatilag elfoglalta már a terv, a projekt, a nagy missziós cél elfoglalta már a szívükben Jézus helyét. És azt mondja, hogy volt egy, és ugye nagy gyűjtések voltak rá, meg kampányok, meg vállalkozók ajánlottak föl, és mégsem, és már meghirdették hitből előre, ugye újságba leírták, kinyomtatták hitből előre, meg lesz a hajó, meg lesz a missziós hajó. És aztán nem lett meg. És óriási szégyen. Visszaadni a támogatóknak a pénzt, nem sikerült összegyűjteni. Azt, hogy hitből kinyilatkoztattuk előre, hogy meg lesz, akkor mindenhol bevallani, hát akkor mégsem így lett. És mondja, hogy volt egy ima alkalom ennek a folyamatnak a, a, a közben, és ebben az ima, ima alkalomban kap, kapott egy látomást, amiben azt látta, hogy Jézus is ott van még közöttük, de csak egy kicsit így félreállva a sötétben, a homályban húzódik meg és egyáltalán nincs középen, és egyáltalán nincs a figyelemnek az előterében. És rájöttek, fontosabb volt a projekt, mint az Úr. Fontosabb volt ez a nagy missziós látás, mint az Úr. Fontosabb volt egy hajó, mint az Úr. És vissza kellett mondani mindent, és el kellett engedni és ezt a nagy tervet, hogy lesz egy óceánjáró, amely missziós csoportokat visz a legtávolabbi szigetekre is, és kikötünk, és megevangelizáljuk a földeket, ezt el kellett engedni. És aztán miután elengedték, Isten egyszer csak lehetővé tette. És megvásárolták a hajót, aminek azt a nevet adták, hogy Anasztászisz, ez egy görög szó, azt jelenti, hogy feltámadás. Anasztászis. Isten végigviszi a dolgokat a halál és a feltámadás folyamatán. Muszáj elengednünk dolgokat, ahhoz, hogy az Isten akaratát nyerjük meg. Ezt látjuk itt is. Igazából nem kell konkrétan megölni, de Ábrahám elengedte a fiát. Ábrahám, ha így mondjuk, halálba adta a fiát, amiért is Példaképpen visszanyerte. Mert egy imádó ember volt. Elmegyünk és imádjuk az Urat. Engedelmeskedünk, meghajolunk, leborulunk az ő kérése előtt. Vette azért Ábrahám az égőáldozathoz való fákat, feltette a fiára Izsákra. Hát ugye ennél, ennél egyértelműbb kép Jézusra, ahogyan viszi a keresztet, azt gondolom, hogy nem kell. Ugye 1800, 1750, 1800 éve vagyunk Krisztus előtt. Hova viszi? Moriára, ugyanarra a helyre viszi, amely Isten által egy kiválasztott, egy figyelt, egy szemmel tartott hely, ahol Isten gondot visel, nem csak Ábrahámra, hanem mindenkire, az egész emberiségre, a Jézus Krisztuson, az igazi utódon keresztül. Ábrahám utódja Jézus is, tudjátok, konkrétan Ábrahám utódja test szerint, és ő rajta keresztül visel gondot. Vitte a fiú a fát. Ugye egy másik össze összefüggés itt még, Erről beszéltem egy kicsit a múlt alkalommal, hogy nagyon nagy viták vannak, hogy hány éves volt itt Izsák. Abban mindenki megegyezik a Biblia tudósok közül, hogy nem volt kisgyerek. Én azt hiszem, hogy a múlt alkalommal 28 évesnek ajánlottam meg. Hallottam ennél kevesebbet, hallottam ennél többet, de felnőtt korú volt. És tudjuk, hogy Ábrahám mennyi volt? Ugye száz évesen, született neki Izsák. Volt köztük egy százas. <laughs> hogyha Izsák volt 28, akkor Ábrahám 128. És miről beszél ez a történet? Beszél a fiúról is. Hajlamosak vagyunk csak Ábrahámot látni ebben a történetben. De beszél egy életerős fiúról, aki lehet, hogy a 128 éves apukát így félre tudja tenni, hogyha kell. De ez a fiú, olyan a fiú, mint amilyen Jézus a fiú. Az atya akaratának alárendeli magát. Nem ellenkezik, nem, nem erővel ellenáll. Pedig az életéről van szó. Mit mond Jézusról az Izsaiás 53, mint bárány, amely a mészászékre vitetik, nem nyitja meg az ő száját. És nem áll ellen, még annak se, aki nyírja, és még annak sem, aki föláldozná, vagy föláldozza. Izsák a fiú megtestesíti azt a tulajdonságot, ahogyan egy igazi fiú alárendeli magát az atyának. És tudjuk, hogy ez legtökéletesebben Jézus Krisztus életében mutatkozott meg. Ahogyan teljesen alárendelte magát a mindenható Isten az atya akaratának érdekünkben, emberek érdekében, hogy megváltson bennünket. Elég csak a gecsemánéra gondolni. Nem igaz, hogy Jézusnak nem volt saját akarata. Volt saját akarata. De azt mondta, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Volt Jézusnak is akarata, de alárendelte magát az atyáinak. És aztán Ábrahám, ugye a, a, imhol a tűz, hol a fa, ugye itt a dilemma, de hol a bárány, mondja a fiú. És a nyolcadik vers azt mondja, az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam, és mentek tovább együtt, mentek együtt ketten. Itt is ugye a jírrel szó van, a gondoskodik, hogy Isten majd írre gondoskodik, hogy ez a rá szóból számazik, hogy Isten látja. Már látja az áldozatot. Én azt gondolom, hogy Jézus látta. Csak Ábrahám nem tudta pontosan, de proféta. Tudta, hogy Isten gondoskodik áldozatról. Lehet, hogy Ábrahámnak az futott át a fején, hogy hát végül is Izsák lesz az áldozat. De kimondott egy proféciát. Hogy Isten gondoskodik, és már Isten előre látja az áldozatot. Amivel megváltja az emberiséget, és mentek tovább együtt, és ugye a 9. vers erről beszél, hogy megépítette az oltárt, rárakta a fát, megkötözte Izsákot a fiát, Izsák nem áll ellent, föltette az oltárra a farakás tetejére. Ugye azt mondja a Jakab, ezt még nézzük meg, a Jakab 2.21 hogy avagy Ábraham, a vagy Ábrahám ami atyánk nem cselekedetekből igazítatott té meg felvivén Izsákot az ő fiát az oltárra tudjuk hogy a, a a Jakab levél ugye a hit és a cselekedetek viszonyát boncolgatja és e, igazából azt akarja Jakab mondani nekünk hogy a hit nagyon 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 fontos de hogy az élő hit az cselekedetekkel párosul de az élő hit az nem elmélet. Az élő hit nem áll önmagában. Az élő hit nem pusztán egyetértés valamivel, hanem cselekedetekben megnyilvánuló belső bizalom az Isten felé. És ez a fajta hit megigazította Ábrahámot, mert cselekedett, értitek? Fölrakta a fiát az oltárra. Miért rakta fel? Hitből rakta fel. Hitből. Hogy gondolkozott? Hogy, hogy, meg fog halni, de Isten föltámasztja. Azt írja Mekintos, hogy ha nem hitből cselekedett volna, akkor gyilkos és őrült lett volna. Gyilkos és őrült, ha nem hitből teszi. De volt egy hite, hogy Izsákban neveztetik nekem mag. Ez a gyerek, ez így vagy úgy vissza fog jönni. Ez a gyerek, ez így vagy úgy, de tovább fogja vinni az ígéretet. És úgy gondolkodott, oké, okay, ha most föl kell áldozni, Isten föltámasztja. És megigazult Ábrahám. Igaz ember lett, mert a hite cselekedetekkel párosult. És aztán kinyújtotta Ábrahám a kezét, vette a kést, hogy levágja a fiát. Akkor kiáltott, akkor kiáltott az úrnak angyala az égből, és mondta, Ábrahám, Ábrahám, sok népatja, sok népatja, állj meg, állj meg, állj meg, állj meg. Vissza az egész. Állj meg. Ábrahámban elvégződött. Ugye Isten pontosan tudja, hogy mi az, ami a szívünkben végbe ment. Akkor is még mielőtt megtennénk. És egyébként a legtöbb dolog az ilyen, a szívünkben már végbe megy, mielőtt megtesszük. Ez jó irány, rossz, rosszra is értendő, meg jóra is. A rossz dolgot is a szívünkben először elvégezzük, eldöntjük, és utána vitelezzük ki. És a jó dolog is így van, a szívünkben elvégződik, és megtesszük. És Isten, aki mindent lát, szívek, vessék vizsgálója, pontosan tudta, hogy Ábrahám végrehajtja a mozdulatot. Pontosan tudja, hogy Ábrahám végrehajtja a mozdulatot, mert elvégződött benne. És ezért már nincs is rá szükség. Ezért nincs is rá szükség, mert Isten látta, hogy Ábrahámnak tökéletes volt az engedelmessége. Kinyilvánította, hogy őt szereti a legjobban. És megáll, megállítja őt, és mondja, ne nyújts ki a te kezelet a gyermekre, és ne bántsd őt. Mert most már tudom. Most már tudom, mi a próba lényege kiderüljön valaminek a minősége, a valódisága. Most már tudom, hogy Isten félő vagy. És nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek. Ugye nagyon mellé halljuk a Róma 8.32-t, mikor az van megírva, hogy Isten az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta. Ábrahám is sem kedvezett, de Isten kedvezett Izsáknak, de az ő fiának, Jézusnak már nem kedvezett, mert nekünk kedvezett. Mert nekünk kedvezett. A bűnös emberiségnek kedvezett, és a világ életéért, a világ emberiségéért odaadta a fiát, Jézus Krisztust. Nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek. Én érettem. Tehát nyilvánvaló, hogy az összehasonlítás e között volt. Isten vagy Izsák? Ez volt a kérdés. Isten vagy Izsák? És erre azt mondta Ábrahám, hogy Isten. Fantasztikus. Szerintem ez elképesztő. És, és, és valahol, valahol ezt jelenti az imádat. Voltam egyszer egy gyerektáborban sok éve, és akkor mondták, hogy beszéljek az imádatról, meg az imádról, és akkor mondtam, hogy annyira megváltozott a nyelvünk, igaz? Hogy jön a gyerek az óvodába, és azt mondja, olyan jó volt a mákos tészta, imádom a mákos tésztát. Na, most mákos tésztát, tehát de, de, imádni, tehát hogy értitek, tehát olyan mákos tészta, tehát hogy, 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 hogy annyira megváltozott a nyelv, és ez, és ez baj, ez baj, mert elveszítjük, elveszítjük a dolgok mélységét, az igazi értelmét a dolgoknak, és van is egy, egy, egy törekvés arra, hogy bizonyos szavak elveszítsék az érték, értéküket. Ábrahám egy imádó volt. Ez volt a kérdés, és ő világosan látta lecsupaszítva: Isten vagy Izsák? És ő azt mondta, Isten. És mivel ezt mondta, megkapta Izsákot is. Értitek? Értitek? De ez tényleg valóban Isten kell, hogy az első legyen. Te, ebben nem lehet játékot belevinni. Tudjátok, hogy hát azt mondom, hogy Isten, azt úgyis visszakapom az izsákot is. De ebben ugye nem tudhatta, ebben nem, nincs játék, hanem ez a valóság volt. Isten volt az első helyen a szívébe. És megkapta az izsákot is. És nevezte Ábrahám annak a helynek nevét, ugye? Egy konkrét helyre kellett mennie, nem csak úgy találomra vidd el valahova, egy konkrét helyre, a Moriára vigyed, az arra a helyre, ami Isten által figyelt, kiszemelt, Isten által látott hely, oda vidd, azt a helyet nevezte Jehova Jirének, ahol, ahol, ahol 1800 év múlva Jézus meghal. Érted és értem, és mindannyiunk ért. És gondoskodik rólunk az Isten. Ó, halleluja! Az Úr hegyén a gondviselés. És hát a Golgota. A Golgotára gondolok. Ahol értem, vére értem folyt. Úgyhogy az Úr így gondoskodott rólunk. Na, testvérek, még van két rövid szakasz, ezt nézzük meg. 15-től 19-ig. És kiáltott az Úrnak, Angyala Ábrahámnak másodszor is az égből. És mondta, én magamra esküszök, azt mondja az Úr. Mivel, hogy a dolgot cselekedted, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, hogy megáldván megáldalak téged. Oh, bőségesen megsokosítom a te magadat, mint az ég csillagait, és mint a fövenyt, a homokot, mely a tengerpartján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni a ti ellenségednek kapuját, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek. Megtért azért Ábrahám az ő szolgáihoz, és felkeltek, és együtt elmentek Beérsevába, mert ott lakozott Ábrahám Beérsevába, és tényleg úgy lett, ahogy megmondta, hogy visszatérünk hozzátok. Úgy lett, mert proféta. Mert hitáltal vitte az áldozatot, és visszatért a fiával. De nézzük meg, Mit vált ki ez Istenből? Azt mondja, az angyal nyilván Isten nevében szól, Isten képviseli, hogy én magamra esküszök. De tudjátok, ez úgy van, hogy az emberek mindig a nagyobbra esküsznek, és az Isten fölnézett, és látta, hogy nincs fölötte senki, ő a legnagyobb, és azt mondja, magamra esküszöm, a legnagyobbra, a legnagyobbra esküszöm, hogy úgy megáldalak Ábrahám, de úgy, mivel ezt cselekedted, hogy, hogy nem kedvesztél az egyetlen egyednek, ami azt jelenti, én vagyok az első a szívedben. Én vagyok az első a szívedben. Ezért megáldalak téged. Megáldván megáldalak. Tudjuk, hogy ez hebraizmus, ez az áldás fokozását jelenti, ennél jobban nem lehet áldani, mint a megáldván megáldalak. Tehát mint a keresvén kerestelek, vagy a vágyva vágytam, és stb. stb. kifejezések a Bibliában, ez a fokozást jelenti. Megáldvá megáldalak, ez a, a, a szuperlatívusza, vagy a legnagyobb foka az áldásnak. Megsokasítom a magodat, mint a homokot. Ugye gyakorlatilag megismétlődik az ígéret, amit eddig is kapott Ábrahám, mert ezek már elhangoztak korábban, az eskü az új, hogy, mag, hogy Isten magára megesküdött hogy ezt megteszi. És ugye erre hivatkozik aztán a zsidókhoz írt levél, Isten ígéret és az esküje, az változhatatlan, és ezekre nézve lehetetlenül, Isten hazudjon. És aztán visszatért Ábrahám, hát egy humoros történet lehet, hogy esetleg Sára megkérdezte, hogy hát hol jártatok? Merre, merre? Át elmentünk a sáccal egyet, így, volt itt, van egy hegy így három, három napra, túráztunk egyet. Hát Izsák hol van? Túráztunk, túráztunk egyet az Izsákkal. Ö, azt gondolom, hogy, hogy az az Ábrahám, aki elment, az, az lehet, hogy egy, egy gonterhelt. Egy olyan Ábrahám volt, aki elvesztett valamit. És az az Ábrahám, aki visszajött, egy olyan Ábrahám volt, aki visszanyert valamit és azt lehet visszanyerni, amit elvesztettél, amit, amiről önként lemondtál. Nem elvették tőle, lemondott róla. Jézus mit mond magáról? Van hatalmam az életemet letenni, és van hatalmam felvenni. Ezt a parancsolatot kaptam az én atyámtól. Ábrám döntetett volna úgy, hogy hát, megtartom. És akkor milyen maradt volna? Egy izsák, egy olyan ember lett volna, akinek már nem Isten az első. És aztán van még itt egy né néhány gondolat nákol utódjairól. Úgyis ö, régen olvastunk már nehézzen ki olvasható neveket, úgyhogy most újra. Mózes könyve még, még találunk majd ilyeneket. Ö, és ugye Beérsebába született, tehát Izsák. Ugye beszéltünk, hogy Beérseba, ugye Dántól Beérsebáig, észak és a dél, di pont, tehát itt a legalsó ponton született ugye Izsák, ebbe a városba. És ön ezeknek utána hírt hoztak Ábrahámnak, mondván. Imé Milka, nem keverendő össze ugye a svájci csokoládégyárral, Milka is szült fiakat Nákornak, a te atyád fiának úszt az ő első elsőszülöttjét, és búszt annak testvérét is, kemuélt, arámnak atyát, és keszedet, házót, pildást, gyidláfot, és betuelt, betuel pedig nemzette Rebekát. Ezt a nyolcat szülte Milka Nákhornak, az Ábrahám atya fiának. Az ő ágyasa is, akinek neve Reuma volt, szült neki, szülte neki Tebáhot, Gakkámot, Takhást és Makhát. Mahákát. Köszönöm. Mahákát. Na, hát a Reumát, azt ki tudtam olvasni, ez az volt az egyetlen ismerős. Hála Istennek, mert nem személyes ismerettségben vagyok még a Reumával, nem is szeretnék mélyebben összeismerkedni vele. Ugye miért van ez itt leírva? Ugye van benne két ismerős név. Most ne a Reumára gondoljatok. Hát a, 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 a Nákhort is ismerjük, ugye, a, az Ábrahám testvérét, és ugye ősz, ő betuelt ő nemzette, Betuel pedig Rebekát. És tudjuk a, a későbbi történetből, hogy ezek a személyek itt fontossá fognak válni, egészen pontosan két résztel odébb, amikor az 1 Mózes 24-hez fogunk érni, pont erre a területre fogja ugye az Eliezer, a, a hűséges öreg szolgáját Ábraham elküldeni, hogy hozzon feleséget, Izsáknak, annak az Izsáknak, akivel így most boldogan sétáltak haza a Moriáról. És ugye azért van itt megemlítve ez, mert köti az írás, hogy, hogy van folytatás, a szálak ágaznak, és majd találkoznak, és gyakorlatilag Izsáknak Rebeka lesz a felesége, akit itt ugye előre bejelent az Ige, hogy már Rebeka is megszületett, és, és majd a szál szövődik tovább. Tehát azért azért hozza be ugye ezt a vonalat is itt a, a szentírás, és akkor majd tudunk kötni hozzá a, a későbbi fejezetekben. Nyilvánvaló, hogy ennek a fejezetnek a gerince, a főmondani valója, ugye a, a próbatétel volt. És azt gondolom, hogy Isten. Ö, ö, ugye amikor a tisztparancsolatot azt mondja, hogy ne legyen más Istened rajtam kívül, ugye ez még tisztparancsolat előtti, hát Mózessel jön a tisztparancsolat. De valahogyan ez a gondolat van benne, hogy én akkor vagyok az Istened, ha első vagyok. Tehát értitek, egy Isten egy második helyjel, az, az már nem. Az, az, az úgy nem. Nem éri meg, vagy nem, nem, azzal nem éri be. És igazából az Istened az első helyen is van. Tehát aki az Istened. Ugye a Klenderen testvér mondta, hogy a Krisztus iskolájába, hogy te Istenednek áldozni fogsz. Az Istenednek áldozni fogsz. És akinek áldozol, az az Istened akinek az életedet oda szánod, mindenedet leteszed, az valójában az Istened. És euh, én hiszem is, ezt vágyom, hogy nekünk Jézus legyen az Istenünk, Isten fia, Krisztus, akinek odaadtuk magunkat teljesen. Vagy a Szent Háromság Istennek, Szent szentléleknek, szántuk oda magunkat. És ugye Jézus volt az, aki megváltott bennünket, az ő vérén keresztül, aki ennek a történetnek már itt valahol részese. Hiszen gondoljatok bele, hogy azt mondja a pár egyik levelében, hogy a bárány megöletett a világ megalapítása előtt, világ felvettetése előtt már. Tehát Isten gondolatában már a megváltás is benne volt. Annál már nem egy nagy, nagy ugrás, hogy 1800-val Krisztus előtt Ábrahám történetben szinte teljesen kiábrázolódik a megváltás, amit Jézus ugyanezen a helyen végrehajt. És ő is viszi a fát föl, amin meg fog halni. Úgyhogy nagy a mi Istenünk, és nagyszerű könyv a Biblia, és, és érdemes kutatni. És azért ez, ebbe az is benne van, hogy Isten látja, Isten gondoskodik. Jehova hírre. Ugye a látás az benne van az egész fejezetben. Isten úgy lát téged, hogy gondoskodik rólad. Gondolod, hogy azt a szükséget, ami neked van, azt te látod, Isten meg nem látja? Hogy azt a problémát, amiben te vagy, azt csak te látod, Isten meg nem látja? Azt a megoldandó helyzetet, ami neked lehet, hogy meghaladja az erődet, azt csak te látod, Isten meg nem látja? Isten látja. És ha Isten látja, akkor gondoskodik róla. Márpedig